Ugye tudja, hol találja Magyarország leghangulatosabb presszóját? A Retro Rádióban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég... Nagy Natália a mai beszélgető társam, aminek én nagyon örülök. Szia! Sziasztok! Szia! Figyelj csak, úgy kezdted, mielőtt még bekapcsoltuk volna a mikrofont, bocsánat, hogy ezt így elárulom a kedves hallgatóknak, hogy te nagyon izgulsz, mert régen adtál interjút. Ezt olyan nehéz elképzelni, hogy te nem válasz ilyet, vagy nem kíváncsiak a mostanában a mostani dolgaidra, vagy mi ez? Mi ez az egész? Kíváncsiak, csak egyelőre mindet visszautasítottam. Nem nagyon szerettek nyilatkozni. Nem tudom. Korábban sem annyira szerettem, de szerintem most sem, illetve főleg amiatt, hogy most ekkora szünet volt, nyilván van benne egy drug, de hát úgy gondoltam, hogy kipróbálom így újra, ha már így elhívtatok, kedvesem. Hát annyira aranyos vagy, hogy eljöttél, ennek ellenére, ennek nagyon örülök. Én mondom őszintén, hogy én ezt nem tudtam, bár ahogy készültem belőled, tény is való, hogy nagyon kevés videós vagy hangzóanyagot lehet találni. De azt hittem, hogy csak azért, mert nem archiválták azok, akikkel esetleg beszélgettél, de most már akkor értem az okát. Nem, korábban többet jártam interjúkra, valóban így tévés, illetve rádió interjúkra is, de már nem is emlékszem, hogy mikor volt utoljára tévés interjú, valamikor talán Hajdúszoboszlón, ha jól emlékszem. De azóta hívtak, csak mondom, egy kicsit így bátortalan vagyok. De mi az, ami miatt azt érzed, hogy nem szeretek nyilatkozni, szóval annyira így magamat nem szeretem ebben a műfajban, szerintem. De és mondjuk visszanézni, vagy visszahallgatni magad akkor, amikor nem riportot adsz, hanem egyéb szerepléseidet? Hát persze visszanéztem korábbi számaimat, dalaimat, de azért nem rendszeresen nyilván, meg van, amit kedvelek, van, amit kevésbé, de az interjúzás az egy másik, igen. Tehát egy kicsit fesztelenem vagyok nyilván, amikor a színpadon vagyok, mert akkor nem magamat kell hoznom. De biztos ebbe is belejövök, úgyhogy azért hát próbáltam azért... ebből a megszokásból, vagy ebből a mókuskerékből egy picit így kiszállni, hogy... Pont ezt akartam mondani, hogy azt mondod, hogy fesztelenebb vagy, amikor a színpadon vagy, de a színpadon sem nagyon vagy jelen. Hát a színpadon nem, mint Nagy Natália vagyok jelen, és igen, ott így könnyebb más szereplők bőrébe bújni, és ott igen, nem kell a saját gondolataimat traktálni. Na, de így értem, igen, hogy a... Tehát annyira érdekes ez, mert az ember megismert téged valahogy, igen, és azt gondolja, hogy hát te biztos olyan vagy, mint amilyennek látunk a különböző szerepekben. Igen, hát mondjuk remélem, hogy nem. Tehát azért az Irénke meg Evetke figurája, mindegyik nyilván a személyiségem része, hogyha belegondolok, tehát nem véletlenül olyanok, amilyenek. Igen, de van az is, de Mancika is egy olyan, igen, ami nyilván az egyik, így a Csini Babából, aki... Hát így az alszemélyiségem, vagy sok-sok alszemélyiségem egyike. Igen. Hát oldottabb vagyok nyilván a barátaim társaságában, de egyébként kedvesek vagytok, szóval, hogy itt sem ez a probléma, hanem csak annyi, hogy nem sűrű nyilatkozom. Az is igaz, hogy amikor valaki túl sokat nyilatkozik, akkor meg szerintem így rákövül az a szerep, amit állandóan ilyenkor magára ölt az interjúzásban. Na mindegy, szerintem ejtsük is ezt a dolgot, mert minél jobban körbejárjuk, lehet, hogy annál görcsösebb leszek. Én őszinte leszek, nyilván nem beszélgetünk nap, mint nap, igen, de abszolút nem tűnsz görcsösnek. Tehát, igen, nem, akkor örülök. Természetesnek tűnsz. Nem tudom, hogy ezek szerint milyen vagy akkor, amikor nem vagy görcsös, de hogy természetesnek nem, tűnsz. Nem, csak belülről van egy kis drog, de nem vészes egyébként. Nagy Natáliával beszélgetünk, feloldottunk minden görcsöt, és nem is kellett hozzá görcsoldót fogyasztanunk. Viszont arra még egy kicsit visszatérnék, hogy te a szerepléstől oly módon is visszavonultál, ha jól emlékszem, pont a kislányod születésekor, hogy te onnantól kezdve csak az írásnak élsz. Képzeld el, hogy nem teljesen. Tehát én
97-ben jöttem el a Lárpurlár társulatból, és utána ott volt egy fél év szünet, amíg gondolkodtam, meg néztem ki a fejemből csak úgy. Meg már akkor is volt a fejemben pár ötlet, amit gondoltam, hogy megvalósítok, de úgy nem rögtön sikerült, illetve nem is voltam nagyon rajta az ügyön. De a lényeg az, hogy utána felvettem a Zsákba macska mindenő című lemezt, ahol 60-as évek dalait énekeltem, és akkor utána elkezdtem egyedül fellépegetni. Illetve volt két táncos fiú, akikkel a Hotel Mentol előadásban ismerkedtünk meg az Operettszínházban, és akkor ők voltak a táncosaim, de volt, amikor egyedül léptem fel. És az a lényeg, hogy az így körülbelül olyan 6-7 éven át tartott, és igazából még Hanna születése után is két évvel, vagy nem, talán egy fél évvel később már felléptem, énekeltem ezeket a dalokat. Illetve hát még azt elfelejtettem, tényleg hát a Hotel Mentorban ott szerepeltem 2000-es évek elején, 2001 tájékán. Úgyhogy igazából visszavonulni, tehát úgy, hogy színpadon már többet nem szerepeltem, az talán 2008 volt, tehát akkor léptem fel utoljára. És azóta valóban nem. Hát ott úgy alakult valahogy. Nem, én nem terveztem el így igazán, hogy én most visszavonulok. Egy kicsit az is lehetett, hogy ott is akár az interjúzásból egy kicsit abból is elegem volt, mert mint inkább magamból. Tehát egy kicsit meguntam magam a színpadon, illetve pont attól féltem, hogy már a saját kliséimet hozom állandóan, tehát amit elvárt tőlem a közönség, és azt gondoltam, hogy ez így nem lesz jó, mert az is unalmas lesz, illetve így devalválódik, vagy elértéktelenedik egyszerűen. Tehát, hogy én szerettem minden szerepemet, legalábbis úgy nem nagyon volt bajom. Volt, amit kevésbé kedveltem, de azért alapvetően mindegyikben jól éreztem magam. De amikor már azt láttam magamon, hogy a sablonokat, a sablonos megnyilvánulásaimat hozom, akkor azt mondtam, hogy én ezt nem szeretném, és egy picit így megújhodni akartam. És hát legalábbis abban, hogy mondjuk nem csinálom ugyanazt, amit korábban. De és az ilyen örökre szóló döntés? Én nem döntöttem el örökre semmit, csak egy kicsit olyasmi lehetett. Ezen egyszer gondolkodtam, hogy mint az asztronautáknál a szökési sebesség, amikor úgy szökni szeretnél egy helyzetből, és akkor el is szöksz, sikerül a légkörön túlra kerülni, csak az a baj, hogy ott meg utána, meg akár az is előfordulhat, hogy már nem tudsz visszatérni a földre. Szóval, de vágynál vissza egyébként van olyan nem gondolatot? Nem feltétlenül, nem. Tehát én nem vagyok ettől szomorú, hogy nem vagyok színpadon. Nyilván, hogyha lenne valami izgalmas feladat, vagy olyan emberekkel, akiket nagyon kedvelek, és művészileg és emberileg is, akkor simán elgondolkodnék rajta. De ha valami akadálya van, az inkább én magam vagyok. Tehát én a színpadot azért úgy mindig komolyan vettem, azzal együtt, hogy mindig nevettettünk, tehát én nem szerepeltem komoly darabokban, de valahogy az úgy bennem mindig egy fizikai, meg egy mentális, nem tudom, kiegyensúlyozottságot, vagy felkészülést igényelt, tehát hogy magammal szemben volt egy ilyen igényem, és amióta egy eljöttem, tehát nem szerepelek a színpadon, filmekben, azt gondolom, hogy újra vissza kell magamat, tehát olyan állapotba kell magam hozni, hogyha újra színpadon szeretnék szerepelni, vagy filmben, ami muszáj ahhoz, hogy ott jó teljesítmény nyújtsak. Tehát, és emiatt egy kicsit szorongok nyilván, hogyha egy új feladat elé állítan az élet, még akkor is, ha nagyon örülnék. Kicsit titkon bíztam benne, hogy a Woody Allen is majd az 50. filmjében esetleg gondol rám, és nem tudom, Párizsban gondoltuk a férjemmel, hogy esetleg Párizsba utazunk arra az időre, amíg ott forgat, és akkor ott ólálkodunk körülötte. Igen, de én simán egy kávét is hoztam volna neki, vagy bármit, tehát nem is kellett volna, hogy foglalkoztasson a... Még összejöhet, tehát, hogy... Ja, már nem bízom benne, azt hiszem ez az utolsó filmje.
Úgyhogy, de nem vágyom nagy. Az jutott eszembe, hogy nyilván akkor neked az jutott eszembe, hogy valahogy meg kellene újulni. Tehát, hogy untad magad, ezt mondtad, vagy igen, untad a kliséidet. Igen, egy kicsit kiégtem. És azzal, hogy, az és én nem értek ehhez a szakmához, teljesen kívülálló vagyok, de azzal, hogy mondjuk valahol máshol állsz helyt, azzal is megújulsz, de a szakmán belüli megújulás... Persze, tehát nyilván valami másfajta feladatot kaptam volna, csak én szerintem én elég rendesen be voltam ebbe skatulyázva. Tehát, és meg is értettem a rendezőket, akik mondjuk nem akartak egy, nem tudom, egy Csehov darabban, bár pont az ilyen határmesdjéje a tragédiának, meg a komédiának, de nyilván, amikor valaki már volt, nem tudom, Evetke, Irenke, Mancika, az már egy olyan skatulya, amiben nem szívesen kockáztatnak egy olyan darabban, ami egy teljesen más műfaj. Igen, de nem csak ez volt, tehát én emlékszem a vastyúk darabokra, igen, meg a látulára. Igen, vastyúk és Talászeget. Ott azért, nem tudom, amikor riportert játszol, az kijön, hogy te szépen beszélsz, jó hangod van, tudsz szöveget értelmezni. Igen. Azért ott érződik az, tehát hogy nem csak az vagy, nem ez a három, Evetke, Mancsika, Irénke. Igen, én mindig úgy hittem, hogy valamikor majd egyszer kipróbálom magam másban is. Tehát, hogy például én, ha már így a Csini Baba szóba került, én Tímárnak nagyon kedveltem volt egy pszichotrillerje, az a címe, hogy mielőtt befejezi röptét a denevér. Uh-huh. És én azt imádtam, és valami ilyesmiben, ami ilyen másfajta stílusabban nagyon szívesen részt vettem volna, úgyhogy de ezt tudom. Például a Tímárnak mondtad? Vagy ja, hangot adtál ennek szerintem korábban? Ő ezt anélkül is tudta, hogy én mondtam volna. Aha. Tehát én Tímárra bármikor bármiben dolgoztam volna. De nem voltál régen, mert semmilyen nyomulós, hogy nem, sosem. Szerepekre téged kérjenek nem, fel. Nem, mert azért én tartottam ezektől. Én nem végeztem színművészetét, én nem jártam ilyen színészberkekben, tehát én nem vettem részt, vagy én nem találkozgattam így emberekkel, akiknél esetleg ezt felvethettem volna, hogy mondjuk lenne ilyen vágyam is. Úgyhogy nem. De mondom, meg is értettem, hogyha ők nem hívtak. Aztán voltak persze, akik hívtak, tehát arra is emlékszem, csak nekem ahhoz nem volt kedvem. Tehát... De az jó, hogyha mindig voltál olyan helyzetben, hogy erről dönthettél, mert sokan kényszerből, nem volt olyan sok alkalom. Igen, nem volt olyan sok alkalom, meg nem is voltak olyan nagy lehetőségek. Igazából nyilván én is, nem tudom, ilyen főzéskészhetnék műsorokban, vagy nem tudom, szóval biztos lenne olyan lehetőség, hogyha erre nyitott lennék, de ez egyáltalán nem izgat. Úgyhogy végül úgy alakult, szóval, hogy igazából mindig valami járt az agyam, tehát miután a társadból eljöttem akkor is, meg persze előtte is, csak előtte, amíg a társadban mint színész szerepeltem, ott akkor is voltak ötleteim, de és némelyiket meg is valósítottuk, tehát akár Irénke szájába adtam, vagy nem tudom én volt, vagy egy-egy jelenetben emlékszem, hogy ott volt, nyilván nem én írtam, tehát hogy az teljesen egyértelmű, hogy a három fiú a jelenetek dalok szerzője, illetve Szász Simóni, tehát én minimális részt vállaltam az írásból, nagyon minimálisat, viszont azért voltak ötleteim, és amikor eljöttem a társadból, akkor egy kicsit úgy éreztem, hogy akár ezeket akár könyvben, vagy akár kis monológok formájában az önálló esteken elő lehet adni. De érdekes, hogy mégsem csináltam meg. Tehát volt egy olyan kis monológom például, amit előadhattam volna, de nem mertem. És aztán amikor... És nem volt senki, aki biztasson erre téged? Hát biztattak barátaim, persze most is biztatnak, hogy csináljak én is ilyen podcastokat, de én nem tudok rendszeresen megjelenni ilyen vicces szövegekkel. Tehát, hogy egy-két gondolatom, ötletem van, de ez nem. De annyira de nem is vágyom. De jó lenne ezeket megismerni. De én nem. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nem. Igazából én nagyon szeretek közösségben dolgozni, tehát ez ilyen önálló, tehát azért nem is nagyon szerettem így annak ellenére, hogy imádtam a Zsákba macska minden című lemezt, már mint a dalait, a 60-as évek dalait, illetve később Bornai Tiborral volt a Legyél állat CD-m, és azt is szerettem, és azzal is szerepelgettem, de önállóan nem nagyon szerettem színpadon lenni. Szóval az jó volt így a társulatban is, meg a Hotel Mentorban is, meg a filmekben is, hogy közösségben lehet lenni, és akkor egymást inspiráljuk, meg hatunk egymásra, meg
valamennyire egy kis védelem is, meg az is, hogy egymásra reagálunk. Úgyhogy hát így. Nagy Natáliával beszélgetünk, és már kétszer-háromszor említetted, hogy amikor a társulatból eljöttél. És lehet, hogy ezt annak idején nyilatkoztad, de elmeséled nekünk, hogy lett vége ennek a történetnek, és hogy miért? Aha, hát szerintem ez annyira unalmas sztori, meg már régen volt. Tehát, hogy ennek nincs sok értelme ezt így felidézgetni. Hát nyilván voltak konfliktusok, és végül úgy alakult, hogy először Miki ment el a társulatból, aztán én. Igazából csak, hogy mindenki értse, Miki Gallai Miklós. Jaj, bocsánat, teljesen jogos. Igen, Gallai Miklós. És az a lényeg, hogy én arra már úgy emlékszem, mint egy szép kerek egészre, és nem is nagyon akarok ezeket felidézni, hogy akkor ki milyen. Érdekes, hogy ahogy így öregszem, egyre inkább a pozitív dolgok jutnak az eszembe, nem mintha olyan sok negatív dolog lett volna, de nyilván volt, amikor 10 éven át 4 ember össze van zárva, akkor volt mindenféle, de valahogy az emlékeimben abszolút úgy maradt meg, hogy mennyi vicces, kellemes, aranyos, szeretetteli jó dolog volt, sok beszélgetés, sok röhögés. Úgyhogy ezt nem is szívesen ilyen. Igazából van, amikor kérdezik tőlem, nyilván sokszor belefutok ebbe, hogy miért lett vége, és mikor lesz újra, és olyan kár, és nem tudom. De én mindig azt mondom, hogy arra fölösleges beszélni, már azt hiszem. Hát igen, mert... hogy hogyan lett vége. Tehát én az abbáról sem szeretnék arról hallani, pedig úgy tudok foszlányokat a médiából, hogy Björn és Benni és Anni Frid és Agneta, de én azt gondolom, hogy inkább szívesebben hallgatom a slágereiket. És a... De ezt jó, hogy hoztál egy zenekari példát, mert ezt gondolom, hogy nagyon sok zenekar osztik fel, aztán új alakulnak és csinálnak még egy lemezt, meg még egy koncertet, és a közönségnek egy teljesen jogos elvárása minden felosztott társulata a zenekarra kapcsolatban, hogy na és akkor mikor álltok össze? Pedig hát igen, hogyha szerették fel. Őket. Igen. Igen. Ahogy egyébként Bródi meg Szörényi sokkal jobb arra gondolni, hogy milyen fantasztikus dalokat írtak együtt, és hogy milyen jó volt az egész illészenekar és a többi. Szóval igen, tehát inkább nyilván van igény arra, hogy az ifjúságokkal, szóval hogy egy kicsit így a nosztalgiázzanak az emberek, mert nyilván ez most már nem tudom, 26 éve volt, hogy eljöttem a társulatból. Tehát akik akkor voltak egyetemisták, mert főleg egyetemista volt a egyetemisták alkották a közönségünket, ők már ilyen 50-60 éves emberek. Igen, a tévében nem csak egyetemisták nézték, tehát ott az egész ország rajongott. Ez így van. Utána, amikor a Vassuk is talált Szeged sorozattal, tévésorozattal, aminek talán 11 vagy 10 epizódja volt, úgymond befutottunk, vagy a társad népszerűvé vált, akkor már valóban szélesedett a spektrum. És hát igen, azok az emberek meg már 70 évesek, tehát hogy nagyon sok nagymama jön úgy, hogy hát végül is annyi idősek voltak akkor, amikor mi azokat, amikor azt a televíziók sugározták, amennyi éves én most vagyok, tehát hogy ők akkor voltak 50-esek, de hát igazából így együtt szoktunk nosztalgiázni azokkal, akik akkor voltak egyetemisták, mert hogy én is tök fiatalon kezdtem. Tehát 17 és fél éves koromban kerültem a társadba, és hát végül 27 éves koromig játszottam velük. Tehát pont az az időszak, ami amúgy is általában szép és jó és idilli, és akkor még ez megspékeli. Nagy Natáliával beszélgetünk, és azért gondoltam, hogy menjünk vissza az időbe, hogy egyáltalán te hogy kerültél a színpad közelébe. Hát azt mindenki tudja, talán nem is kell mondani, bár nem beszéltük meg ezt előre, hogy lehet erről beszélni, de te édesapád Nagy Bandó András. Igen. Akit a színpadon ismert meg a nagy közönség. És azt gondolnánk, hogy egy ilyen színpadi, humoros embernek az összes leszármazottja is a színpadra termett és humoros. Aha. Hát nyilván közrejátszott abban, hogy színpadon kötöttem ki, hogy az apukámat is sokszor láttam színpadon, sőt voltak olyan, emlékszem, olyan építőtáborokra nyarantam, meg kisztáborokra, amikor így anyukámmal együtt családostól követtük aput, vagy együtt mentünk, és ott mi is eltöltöttünk fel pár napot, és volt olyan, hogy számomra teljesen érthetetlen párbeszédeket apuval felolvastam színpadon, de nagyon élveztem, hogy ott ki lehet állni, és nem tudom. Nem volt ez jellemző, de
előfordult. Aztán ugye, amikor Pestre költöztünk, apukám megnyerte a Humor Fesztivált, és 82-ben elköltöztünk Budapestre Szegedről, akkor ugye a rádiókabarékban láttam, tehát hogy így ott mozogtam, de igazából ami a nagy lökést adta, az talán az, hogy Szegeden is szerettem szerepelgetni, tehát kislánykoromban, tehát így voltam értelmi szerzője, ott jó pár ilyen kis performance-nak, vagy ilyen kis előadásnak, meg így bolondozásoknak így a lakótelepi a lakótelepen, ahol éltünk, de amikor felköltöztünk Pestre, akkor nagyon sok színházi előadást láthattam, ami ugye elfeledtette velem azt, hogy a barátaimat meg Szegeden hagytam, mert azért ez nem volt egyszerű, de ez így kárpótolt mindenért. Tehát az, hogy én a macskákat láthattam, a premiért, és ott volt Seregi Lászlótól kezdve a Krémje, ott tényleg a Bence Ilona, a Hauman Péter és a többiek, mindet imádtam, Kishont Ildikó, tehát itt 12 éves voltam, és ott lettem ezen a premiéren, arra mai napig emlékszem arra a szép nyári estére, és akkor utána megismertem így az alternatívabb színházakat, tehát például a Katona József Színházban nagyon sokat jártunk a barátaimmal, egészen kamaszkoromig, és hát mindenfelé, és akkor ez valahogy így a felé, de nem csak ez, hanem tehát, hogy ez nagy öröm volt, és jártam utána énekelni, meg én magam is tanulgattam szerepeket, illetve a gimnáziumban elég sok ilyen kis előadásunk volt, meg szavaló versenyek. Hát ez a tipikus, amikor egy kislány vagy egy kamaszlány szerepelni szeret, akkor megragadja azokat a lehetőségeket, amik adottnak. De vágytál színpadra? Hát persze. Tehát hogy azért mentem ilyen szavaló versenyekre, meg azért is adtunk elő a barátaimmal a gimiben, a Veres-Pálné gimnáziumban ilyen kis előadásokat. Szokták mondani a színpadi emberek, hogy a gyereket azt valahogy úgy tiltják, főleg a színészi pályától, mert az olyan bizonytalan. Édesapád mit szólt ahhoz, hogy te tulajdonképpen otthonosan mozogsz a színpadon? Apukám nagyon jó fej volt. Pont nemrég gondoltam bele, hogy amikor, tehát 17 és fél éves voltam, amikor bekerültem a társulatba ezt, és pont arra gondoltam, amikor a lányom volt ennyi idős, hogy én nem biztos, hogy engedtem volna. Tehát én végül is a negyedik osztályt a turné mellett csináltam, és lehet, hogy miközben azt gondolom így, tehát ilyen hullámokban gondolkodtam erről. Tehát volt, amikor azt gondoltam, hogy nem engedtem volna a lányom, aztán meg belegondoltam abba, hogy mennyi tapasztalat ért ott, mennyi élmény, ami egyszerűen pótolhatatlan, és nagyon meghatározó volt az életemben. Úgyhogy lehet, hogy mégiscsak jól döntöttek. Nyilván meg volt az előnye, a hátránya, tehát kevésbé tudtam úgy jelen lenni a suliban, de mindenki annyira drukkolt nekem, olyan aranyosak voltak. Volt, hogy vonattal jöttek utána Győrbe, hozták a leckét, megnézték az előadást, tehát ez nagyon jó volt, és hát apukám meg nagyon laza volt ebben, de hát anyukám is, tehát hogy így, lehet, hogy bele se gondoltak. Azt tudták, hogy nagyon szeretem a KFT-t, és amikor végül is az egyik ilyen színházi előadás után, amin Galla Miklós éppen ott ült a nézőtéren, akkor mikor ott ült a nézőtéren, akkor azután hívott el, és... De akkor már volt a Holdos Színház? Dehogy is, nem. Tehát én akkor voltam 17 és fél éves, és akkor volt ez a Karinti est a gimnáziumban, és azon az előadáson ott volt Galla, és akkor ők éppen lányt kerestek a társulatban, mert az előző lány az talán elment babysitternek valóban külföldre, és az a lényeg, hogy lány nélkül maradtak, és kerestek valakit. És de az a társulat az a Holdos Színház volt? Nem, bocsánat, az a Lárpurlár társulat volt, a Holdos Színház később jött, a Lárpurlár társulat volt az, amelyik a Magyar Abszurdot játszottam, nem kell ezt tudni, és a Holdos Színház pedig az Angol Abszurdot, a Monty Python fordításokat, és az a lényeg, hogy a Lárpurlár társulat volt lány nélkül, és akkor a Galla, amikor meglátott, akkor utána pár héttel később felhívott, hogy ő elmondta, hogy ő kicsoda, megszerezte valahogy a telefonszámom, ugye akkor nem voltak mobilok, tehát 87-et írtunk, a 88 elejét, és akkor emlékszem, hogy egy házi buliban, nem tudom, anyukám hívott fel vonalas telefonon, hogy otthon keresett egy Galla Miklós és Lárpurlár, és az volt érdekes, hogy én arra emlékeztem, hogy amikor a gimnáziumba járkáltam, akkor mindig belebotlottam egy hirdető oszlopba, ahol ott volt a Lár nevével a plakát, hogy Lárpurlár
pour l'art, tehát l'art pour l'art, és ez a színházi estjüket reklámozta. És sajnos nem sikerült eljutnom, de így folyamatosan azon kattogott az agyom, hogy mennyire jó címezés, milyen jó, és persze hát a KFT-t ismertem már korábbról, azt apukámékkal együtt állandóan hallgattuk, sok más mellett, de a KFT az teljesen alap volt, és akkor, amikor kiderült, hogy a Galla a Lárékkal dolgozik együtt, akkor én Galla Miklós nem ismertem, de hát a Lárt igen, és hát baromira izgalmas volt, hogy úristen engem, mit szeretnének, és akkor az a lényeg, hogy találkoztam velük, végül később mint hármójukkal, először csak Mikivel, aztán Andrással és Robival is, és hát végül azt mondták, hogy akkor ők szeretnék, ha velük játszanék, és nagyon megtisztelő volt, meg izgalmas, szóval nagyon jó időszak volt. Na és akkor elég elkanyarodtam, de hogy amit kérdeztél apukámról, hogy az volt nagyon érdekes, hogy szóval apujék nem gondoltak bele abba, hogy 3-30 éven túli pasi mellé kerülök, vagy lehet, hogy belegondoltak, csak azt gondolták, hogy én épp elég érett, és nem tudom, megfontolt csaj vagyok, ami persze nem volt így, de hogy nem féltettek semmitől, és igazából a lányomat én sem félteném, tehát nem erről volt szó, amikor éppen megfordult a fejemben, hogy őt nem. Csak arra gondoltam, hogy egy 17 és fél éves lánynak az a dolgot tanuljon, és majd később csinálja azt, amit szeret. Na mindegy, szóval, hogy nagyon izgalmas időszak volt, nagyon szép volt, és hát így vicces volt, mert egyszer aput kérdezték, hogy ő nem félt engem ettől a három pasitól, és nagyon aranyos volt, akkor már volt a Holló Színház, mert hogy amire utalok, az egyik dalunkra, bocsánat, az egyik dalunkra vonatkozik, hogy mondta apukám, hogy amikor megnézte a premiereket, a Holló Színház premierjét, a tudnak-e a hollók a víz alatt repülni, vagy megfulladnak, ez volt az első estünk, és akkor apukám mondta, hogy miért kéne féltenem a lányom, pontosabban, hogy elég vicces lenne, hogyha félteném a fiúktól, miközben azt énekli országvilág előtt, és folyamatosan ezzel turnézza végig az országot, és azt énekli, hogy minden sperma drága, minden sperma szent. És tényleg ez volt, hogy az egyik, a Monty Pythonnak az egyik daláltam, mint Galla Miklós fordított, ott ültem a Gólya viszi a fiát, nem tudom, pózban tartottak a fiúk, és én ott hintáztam, és ezt énekeltem boldogan, és felszabadultam, hogy minden sperma drága, és voltam 18 éves. Úgyhogy nagyon jó volt, de hát aztán annyi minden volt, ami tényleg így, hát a Férfi című monológ, ami szintén nem egy 20 éves lány szájába való, mert bocsánat, szóval, hogy... De ebben ez volt pont a lényeg, tehát ez volt az abszurd, hogy, igen. Hogy ott volt egy gyönyörű nő, fiatal, és közben olyan dolgot adtak a szájába, igen. Hogy... Én ezt nagyon szerettem, hogy itt lehetett a végleteket megmutatni. Tehát pont ez volt a jó, hogy ilyen, igen, tehát hogy meg lehetett mutatni a szélsőségeket, meg büntetlenül lehetett olyanokat mondani, énekelni, amit esetleg máshol nem. És még rögtek is rajta. Igen. Nagy Natáliával beszélgetünk. Arra emlékszel-e, csak maradjunk ebben a korban, amikor te nagyon fiatalon bekerültél a társulatba, hogy neked volt egy gyerekkorodban, vagy akár ebben az időben valamiféle ötleted arra, hogy mi leszel, ha nagy leszel? Tehát, hogy mi volt a te vágyad, hogy mi szeretnél lenni? Színésznő. Aha. Tehát ez egyértelmű volt. Igen. Én állandóan anyukám ruháiba öltözködtem a barátnőimmel, és kitaláltunk mindenféle kis jelenetet ott Szegeden. Tehát emlékszem, hogy például anyukámnak a barna nejlon harisnyáját felvettük, és gyönyörűen lógott a két coffom, ami ugye a harisnya két szára volt, mert hogy rövid hajam volt, és annyira gyönyörűnek éreztem magam azzal a nejlon harisnyával fejemmel, és így mászkáltunk a barátnőimmel, és semmi probléma nem volt ez, és tényleg jól éreztük magunkat, meg elő is adtunk, hát imádtuk Szűcs Juditot, az Abbát Hungáriát, tehát ez akkor volt ugye ezeknek a divatja, meg a hős korszak, tehát imádtuk, és akkor azokat is előadtuk, úgyhogy mindenféle
ilyenekben részt vettünk, és általában én voltam az, aki szervezett. Aztán olyan is volt, amikor, amit említettem, hogy a macskáknak megnéztük a premierét, aztán visszamentem Pestről, ugye a kis vidéki kislány, és akkor mindenkinek elmeséltem, hogy milyen fantasztikus volt. Minden jelenetet eljátszottam, hogy volt, mint volt. Ugye ők akkor még nem tudták megnézni. Aztán később azt hiszem, hogy sikerült is őket is felcsábítani. Tehát, hogy ez nagyon jó volt, mert én... A kultúrfelelőség. Igen, körülbelül. Igen, ez tényleg egyszerűen azt nem szabad elfelejteni, amikor ezeket a sorozatokat nézzük, mert mint akár a Vastyúk István Szeged sorozatot, vagy ezeket a jeleneteket, hogy tök más világ volt. Szóval 90-es évek eleje, tehát rendszerváltás. Én pont akkor érettségiztem, amiről Török Ferenc a Moszkva tér című filmet csináltam, amit nagyon szeretek. Tehát amikor kiszivárogtak az érettségi tételek. Tehát, és szóval annyi minden, mert nem biztos, hogy a legjobb, hogy ezt magamról mondom, mert hogy gyakorlatilag nem biztos, hogy leérettségiztem volna, hogyha nem szivárogtatnak. Na mindegy. De a lényeg az, hogy annyi minden volt, és hogy az első tüntetésem, vagy nem is tudom, minek hívtuk, nem is tudtuk, hogy ezt hogy hívják. A lényeg az volt, hogy mentünk ki a parlament elé, a Kossuth térre, a gimnáziumi osztálytársaimmal, évfolyamtársaimmal, és énekeltük a Hajé Rózsa Volnékot, és anyukámék éppen Sydneyből hívtak, mert apu pont akkor lépett fel Ausztráliában, ott volt egy kis körútja, oda kihívták, amikor a héliustökös éppen ott haladt el Ausztrália fölött. Na, a lényeg az, hogy pont a szüleim, anyukám és apukám ott voltak, és akkor anyukám aggódva hívott fel, amikor tudta, hogy mi ott vonulunk a Kossuth téren, hogy úristen, hogy nem lőnek-e ugye fentről az ablakokból, de akkor még simán benne lehetett, tehát, hogy ez nem volt. 86 volt. Hát olyasmi, 87-8, nem is tudom, hát, nem azért, nem a 86 az túl korai, de 88, tehát nem akkor, amikor már úgymond lehetett tüntetni, hanem mert az elején oda mentünk, tehát, hogy így a legelsőkön én ott voltam, és ez annyira, vagy nem tudom én, mikor a kontrollcsoportnak a koncertjeire jártunk, Trabant, meg Balaton, meg ilyenek. Igen, az sem volt olyan egyértelmű, meg azok sokszor titokban koncertezhettek csak. Igen, igen. Arra emlékszem, hogy mindannyian sötét ruhában voltunk, és ott valami nagy tornateremben, aztán mi volt az a Fekete Lyuk lett, és a Golgota utca volt talán, és az a nagyon vicces, hogy 96-ban ott forgattuk az egyik jelenetét a Csini Babának. Tehát, hogy oda jártunk, emlékszem, ott még voltak koncertek, meg az ilyen jó kis hely volt, és aztán meg ott forgattuk. Ganzműfáz volt, igen, ugye? Igen, ganzműfáz. Annak a pincéje volt tulajdonképpen a Fekete Lyuk. Így van. Szóval, hogy ez úgy más volt. Úgyhogy... Szép idők voltak ezek. Mondtad, hogy nem tanultál a színészetet, de énekelni, azt tanultál? Tehát jártál énektanárhoz? Két énektanárom volt, akire nagyon szívesen emlékszem, hát a gimnáziumban is nagyon kedves volt a tanárom, de Toldi Máriához is jártam egy ideig, aki egy tündér, és utána Kéringer László volt az, aki felkészítette erre a 60-es évek dalaiból készült lemezre, úgyhogy mindkettő nagyon, nagyon türelmes és kedves volt, mert hogy én pontosan tudtam, hogy én nem vagyok énekesnő, meg nem is leszek az, csak megpróbáltam magamból a legjobbat kihozni, meg imádtam énekelni. Tehát... Imádtál, ez múlt idő? Igen, nem, most is szerettek, de most már úgy nem szoktam, mert most... De otthon sem? Tehát persze szoktam énekelgetni, meg az a luxus az életemben, hogy amíg lehetett, minden évben elmentem Stingnek a koncertjére, és akkor ott nagyon énekeltem, és imádtam, és csápoltam. Aztán a Covid után sajnos így nem volt már lehetőség, de előtte mindig. Úgyhogy a Sting koncertjein bátran énekeltem, meg néha szoktam persze az autóban is, vagy éppen. De igazából sokkal jobban szerettem már, ha egy hallgatok, és akár csend van, és másokat hallgatok. Nagy Natália a vendégem, és azt ígértük, hogy mint írónő beszélgetek veled. 2007 volt az első alkalom, hogy megjelent egy könyved. Igen. 97 volt, amikor eljöttél a társulatból. Igen. 97 és 2007 között te mivel foglalkoztál tulajdonképpen? Azon túl, hogy volt persze lemezed, az volt a te egzisztenciát, hogy igen, pontosan. Hogy tehát a két lemezemmel jártam az országot, néha apukámmal is együtt feléptünk, én nagyon sokáig nem adtam be
a derekam, mert nem akartam apuval együtt. Tehát én úgy örültem, hogy, hogy így a nevemből sokszor, ugye még korábban nem derült ki, hogy ki a papám, azzal együtt, hogy baromi büszke voltam és vagyok rá a mai napig. De én nem akartam vele. Ráadásul az az igazság, hogy nem is az én műfajom volt az övé, tehát, hogy úgy fel sem merült apukámmal az, hogy közös jeleneteket adjunk elé, az is teljesen abszurd volt. Tehát, hogy nem... Mert ő is mindig ilyen magányos volt. Persze, apukám nagyon, nagyon jól csinálta azt, amit csinált, és abban ő nagyon ügyes volt, és jó volt, és szuggesztív, de én azt gondoltam, hogy ez, hogy az én utam más. De aztán valahogy valószínű, hogy ezt a kamaszkori, hát ebben is volt egyfajta ilyen görcs, vagy nem tudom, egy ilyen tartózkodás, meg ilyen feszengés, és azt így levetköztem, és akkor utána azt gondoltam, hogy most már elég nagy lány vagyok, így 30-on túl, és akkor oké, elmegyünk apuval, és tényleg örültek, de aztán az is úgy abban maradt. Hát aztán jött a kislányom, megszületett a kislányom, és akkor nem is, én ott egy-két évre, másfél évre mindenképpen így egy kicsit vissza akartam húzódni. Még ez normális. Igen, igen. De nem, hát attól még lehetett volna dolgozni, de valahogy úgy hálás vagyok a sorsnak, magamnak, nem tudom, hogy a páromnak, hogy sikerült végül egy másfél évet otthon maradnom Hannával. És akkor honnan jött az írás, vagy ez hogy jött az életedbe? Képzeld el, hogy én korábban is írtam, amit mondtam is, igen, hogy így ötleteim voltak, csak nem mindig mertem ezekkel előhozakodni a társulati dolgokban, nem is éreztem, tehát sokat nem éreztem közülük elég erősnek vagy ütősnek. De és nem is várták el tőled, hogy részt vegyél termékenyen az alkotási folyamatban is? Szerintem örültek volna, tehát szerintem ők nyitottak voltak erre. Én valahogy én ilyen szemérmes voltam szerintem, és ilyen szemlélődő. Tehát, hogy én hát annyira így azt gondoltam, hogy én nem tudom azt a színvonalat hozni, amit ők, és szerintem jól gondoltam. Tehát, hogy ők akkor már gyakorlottabbak voltak, hát ők mind a hárman nagyon jó dalszövegírók is. És én nem hozakodtam elő semmivel, de igazából mondom, nem is voltam ebben annyira ambiciózus, hogy így ezen gondolkozom, hogy egyáltalán. Én azt gondoltam, hogy én öt színésznő vagyok, és az az én feladatom, hogy abban jól teljesítsek. Na és az a lényeg, hogy amikor az első könyvem megszületett, az egyszerűen annyi volt, hogy lapozgattam egy csillagászati albumot, és azt olvastam, hogy a csillagászok a napkorát 4,5 milliárd évre becsülik. És akkor valahogy ez úgy beindította bennem azt, hogy elkezdtem erről írni, hogy vajon milyen lehet a kerekévfordulója egy ilyen égitestnek, és akkor valahogy rímekben jöttek az ötletek, és akkor elkezdtem ezt úgy papírra vetni ezeket az ötleteket, és valahogy aztán lett ott előttem a papíron egy szöveg, egy nem tudom én, egy 3-4 A4-es oldal, és aztán azon kezdtem el dolgozni később. De az a vicces, hogyha jól belegondolok, hogy ez Hanna születése előtt volt ez az ötlet, és utána én azt félretettem, tehát én nem foglalkoztam azzal, hanem amikor Hannát beadtam a bölcsibe, és mert azt gondoltam, hogy neki is közösségre van szüksége, az anyukájának meg egy kis saját életre, meg kreativitásra azon túl, hogy az is elég kreatív egy gyerekkel lenni, de azért egy másfajta életre is, és akkor elővettem ezeket az ötleteket, és akkor újra elkezdtem rajta dolgozni, és akkor végül pár hónap alatt megírtam a Napszületésnapja című mesémet. Na de hogy akkor, amikor ezt elkezdted írni, akkor, igen, és mondtad, hogy rímekben jött. Igen. Akkor te hogy gondoltál rá, hogy ezek versek, dalszövegek? Ez egy verses mese. Aha. Ez egy verses mese. De már akkor mese. Is így gondoltál rá? Igen, igen. Én ott írtam, de fel sem merült, hogy én ezt kiadjam könyvben, hanem amikor végül elkezdtem rajta dolgozni, és úgy összeállt egy jó kis történet, vagy úgy éreztem, hogy ez már vállalható, akkor arra gondoltam, mondjuk mások is biztattak, tehát lehet, hogy egyedül nem mertem volna, tehát kikértem mások véleményét is, de azért ott valahogy azt éreztem, hogy ez nem lesz annyira rossz, vagy ez nem annyira ciki, hogy ezzel előálljak. És akkor végül, amikor meglett a szöveg, amit úgy gondoltam, hogy ezt akár megjelentetném, akkor megkerestem Szűcs Édoát, mert hogy gondoltam, hogy nyilván
illusztrálni kellene valakivel, és Szűcsé Duát találtam, akinek nagyon tetszettek már korábban is a karikatúrái, és akkor megkerestem, és ő is nagyon kedves volt. Egyből nyitott, és örült, és segítőkész, és abszolút hagytam nyilván, tehát, hogy én mondtam is, hogy ami eszébe jut, azt rajzolja, tehát eszemben sem volt így, nem tudom, irányítani, vagy bármi elvárással lenni felé, és akkor szerintem fantasztikus dolgokat rajzolt, és hát ez volt 2007-ben, már jó régen. Milyen volt a fogadtatása, emlékszel, hogy milyen? Igen, hogy mekkora volt a sikere? Ahhoz képest mondjuk, amit vártál tőle. Igen, hát végül így beváltotta a hozzáfűzött reményeimet, mert hogy tényleg mások is úgy érezték, hogy jó, és mivel nem boltokban árulom, hanem folyamatosan találkozom a közönséggel, mert végül úgy döntöttünk, hogy bolti forgalomból kivonjuk, és mi megyünk oda, ahol van közönség, tehát akár vásárok, fesztiválok, plázák, strandok, most már 17 éve a Gyulai Várfürdőben dedikálok minden nyáron. Tehát oda vissza fürdőn a igen, igen, így van, pontosan közé, oda nyaralók könyvet. Közé, igen, ott általában találkoznak a családok, azok, akik külföldön élnek, hazajönnek a szeretteik, ez rokonaikhoz, úgyhogy a világ minden tájáról érkeznek oda végül is magyar családok, és akkor ott dedikálom a meséimet, mondom, most már nagyon régóta, illetve hát mindenféle fesztiválon, a Szavária Fesztiválon, Szombathelyen ott is, mert nem tudom hány éve vagyunk, és nagyon sokat tudnék meg Szlovákiában, Párkányban a Simon Juda Fesztiválon például, úgyhogy a lényeg az, hogy végül is 17 évet találkozom folyamatosan a közönségemmel, tehát sokszor ugyanazokba a családokba futok bele, és akkor így visszajelzés is van. Tehát nyilván, hogyha csak könyvesboltban árulnánk, akkor mondjuk így a közösségi média felületein nyilván kapnék véleményeket, de így szemtől szembe ez nagyon, nagyon izgés. Hát igen, azt hiszem, hogy kedvelik. Nagy Natáliával beszélgetek, és azért voltam kíváncsi arra, hogy a Napszületésnapja című első könyvednek mekkora volt a sikere, hogy akkor te azt már tudtad-e, hogy ez nem egy egyszeri alkalom lesz, hogy te könyvet írtál? Vagy függővé tetted a sikerétől, hogy ezt folytatod-e, vagy jársz-e tovább ezen az úton? Én egyszerűen csak azzal foglalkoztam, hogy ami ötletem van, én azt megírom. Tehát, hogy ez nekem végül is a színpadi kreativitást átvittem ebbe valószínűleg, és végül is az abszurd humort folytattam a könyveimben. Tehát, hogy ezeket a könyveket viccesnek szántam. Tehát aztán követte a Luffy mese, ami egy nagy légőmcsokor életéről szól. Aztán meg a harmadik, amit egy éve adtam ki talán, az pedig a Szénanátás Ló című szintén verses mesém, és én mindenáron nem szeretnék könyveket kiadni, de hogyha van egy ötletem, amit úgy érzem, hogy vállalható, vagy akár mások is örülnének neki, akkor azt, és ha sikerül, akkor természetesen így megjelentettem. Tehát nem, én mindig így egy kicsit így rögtönzök, meg ahogy alakul, tehát hogy nem, nincsenek hosszú távú terveim. És nincs senki, volt az előbb már egy zenei példa, ha mondjuk lemezeket készítenél, akkor egy kiadó állna mögötted, és egy korbáccsal hajtana, hogy jöjjön egy új dal, jöjjön egy új sláger. Könyvkiadók, hogy állnak hozzád, vagy te magad adod ki? Én magam adom ki. Hátul valaki azt mondja, hogy kéne az új könyvidő van, nincs senki. Senki szerencsére, mert valószínű, hogy nem is örülnék ennek. Mm. Tehát, hogy így nem tudnék úgy alkotni. Egyébként nem rossz dolog, mert szerintem az jó, hogyha van egy szerkesztő, meg egy, nem tudom, egy olyan ember, aki átlátja az üzleti helyzetet, és ahhoz képest, hogy milyen terjedelme legyen, milyen korosztálynak, szóval nem tudom, de én így örülök, hogy így a magam ura lehetek, de attól még én is nyilván érzékelem ezeket, és muszáj nekem is. Pont szerintem annál inkább, hogy én ezt magam adom ki, tehát, hogy ebben semmi közpénz nincs, és semmiféle támogatás. Egyszerűen rá vagyok kényszerülve arra, hogy eladható is legyen a mesém. De én azért első körben nem ezzel foglalkozom, amikor írom. Úgyhogy viszont mondjuk így a párom az, aki egy kicsit, mert ő ebben ügyesebb, sokkal ügyesebb, mint én vagyok, ő az, aki erre figyelmeztetget, hogy éppen hogyan lenne
kedvezőbb mondjuk akár így üzletileg, aztán valahogy megpróbáljuk ezt a két szempontot így összefésülni, de igazából mindhárom mesémnél az a tapasztalat, vagy azt lehet látni, hogy kicsit ezt figyelmen kívül hagytam, erre nem vagyok feltétlenül büszke, de valahogy így alakult, hogy felülírja a művészi szempont az üzletit. De mégis, már bocsánat, szóval mégis így, szóval örülnek neki, és hát eljut a gyerekekhez, tehát a napszületésnapjából több mint 100 000 példányt dedikáltam már, és ez így magyar viszonylatban ez elég magas szám, és a Lufi meséből is, mert az is 2008-as, de ehhez azt kell tudni, hogy ez azért ilyen magas szám, mert én reggeltől estig dedikálok jóformán egy-egy ilyen vásáron, tehát hogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy én kiülök egy órára a lila napernyő alá, nem tudom én hol, és akkor a művész utána távozik, hanem én ott állok reggeltől estig. Tehát neked ez a munkát tulajdonképpen? Igen, hogy igen, a én most ebből élek, igen. És így elég motivált vagyok, de az a jó, hogy igazából sokszor nem is kell nagyon győzködni az embereket, mert így adják tovább, úgymond a hírét akár ennek a napszületésnapjának, ez a legnépszerűbb mesém, és jönnek újra érte, és másoknak is visznek ajándékba. Nagy Natáliával beszélgetünk, és ez egy érdekes helyzet, hogy mondod, hogy eleve így találtátok ki a férjeddel, hogy nem viszitek boltba. Tehát én bemegyek egy könyvesboltba, teljesen mindegy, hogy melyikbe, és azt mondom, hogy szeretnék vásárolni egy Nagy Natália könyvet, akkor nem kapok? Akkor nem kapsz, nincs bolti forgalomban. Ez úgy nézett ki, hogy az első évben, amikor megjelent a könyvem, akkor bevittük az akkor még működő könyvhálózatba, ma már ez nincsen, tudtam már. És az a lényeg, hogy amikor úgymond premierje volt májusban, akkor kerestem a könyvem a polcokon. És akkor ugye az ember először keresi, hát ugye első könyves író, de tudom, keresem a címlapját, a borítót magát. Nem találtam. Akkor kerestem oldalt a gerincét, hogy hol van, és amikor belebotlottunk úgy a mesémbe, hogy így fektetve volt más könyvek felett, és akkor konkrétan a fehér lapok szélét láttuk, akkor így a férjem, én nem hogy tudtam, hogy mi a... volt, ráadásul, tehát a fehér lapokat láttam. Tehát, hogy én tehát magyarul azt a részét láttam, ami a könyv alja, most így könnyebb lenne nyilván így megmutatni, tehát, hogy nem a gerincét, ahol a felirat van, nem is a front oldalát, hanem így, akkor így én nekem nem jutott eszembe, hogy ebből baj lesz, mert mint így akár a tekintetben is, hogy hiába írtam a mesét, nem fog eljutni az emberekhez, pedig jó lenne, ha már megírtam. Másrészt megélni ebből abszolút nem lehet, mivel nem találkoznak vele, és honnan fogják tudni, hiába megyek, én nem tudom nyilatkozgatni, bár akkor sem szívesen mentem. De a lényeg az, hogy a férjem volt az, akinek beugrott, hogy ennek nem lesz így jó vége, tehát hogy én azt szeretném, hogy ezt el is adhassuk, és eljuttathassuk, tehát nem csak egzisztenciáról van szó, de nyilván nem titok, hogy én ebből élek, tehát ez is fontos szempont, akkor azt kell tennünk, hogy mi megyünk a közönség helyébe, ahogy te ezt jól mondtad az előbb, és a férjem ötlete volt végül is, hogy keressünk olyan helyszíneket, rendezvényeket, és akkor így jött, hogy mentem plázákba, fürdőkbe, strandokra, emlékszem, hogy még apukámmal is jártunk, mert ő is annó írogatott, ma is ír, de hogy akkor így még ment is, tehát hogy így elmentünk, nem tudom, Siófokra, és ott ültünk az utcán, és viszonylag jól ment, és aztán hát nyilván ezt is kitapasztaltuk, hogy megy a legjobban, és aztán ez már egyre olajozottabban ment. Szóval az volt a probléma, hogy egy kicsit így összehasonlítsam, bár nem akartam ennyire ebbe belemenni, meg majd legfeljebb kivágjátok, ha unalmas, de hogy az a lényeg, hogy amíg mondjuk egy éven át volt az ország összes könyvesboltjában az első évben a könyvem, ott körülbelül, hogy is volt, akkor hát az a lényeg, hogy én egy év alatt, amíg az ország összes könyvesboltjában szintén árulták, én 10-szer annyit tudtam eladni a dedikálásokon, mint amennyit az ország összes könyvesboltjában eladtak. Most nem emlékszem a számra, azért bizonytalanodtam el, tehát nem tudom, eladtak mondjuk 5000, és én annak a 10-szeresét, és azért ez nagyon nem volt mindegy. Úgyhogy így ezután úgy döntöttünk, hogy akkor kivonjuk a boltokból, és akkor csak így árusítjuk. Hát jó, ez viszont tényleg több akkor melló. Egy ilyen egész embert kíván, és mindennapos feladat tulajdonképpen. Igen. Sőt, meg akár hétvégén is, mert hétvégén is az emberek. Az a fő. Igen? Tehát nyilván, mivel pont fordítva működik, tehát igen. Mi akkor dolgozunk, amikor az emberek úgymond pihennek és vásárolnak, tehát pont ezért nehéz találkoznom a barátaimmal, akik mondjuk ilyen
civil foglalkozást űznek, és nem tudom, tanárnők, és ők ugye hétköznap dolgoznak, én meg hétvégén mindig. Mm. És hát aki ennek a hőse, annak, hogy mi így hétvégeken jártunk, az a kislányom, aki már nagy lány, de végül is kislány kora óta. Ja, mert hogy akkor nyilván nem tudtátok őt otthon hagyni, nem vittétek magatokkal. Nem, mivel nem tudtuk magunkkal vinni sajnos, ezért ő mindig a hétvégéket ő másokkal töltötte, tehát vagy jó esetben tehát a hétvégét minden gyerek, hogy véget ér a meló, meg a suli, és akkor ő... Igen, tehát ő azért ebben nagyon-nagyon ügyes és alkalmazkodó volt, és nagyon... Jó, de gondolom, nagyon most már így felnőttként hálás érti. Vagyok neki. Felnőtt, hát nagy gyerekként most már érti ezt, hogy érti, ez de attól történt. Még ez neki nagyon nehéz volt, úgyhogy azért mondom, hogy egyrészt nagyon jó volt, hogy találkoztam a családokkal, és sok kis gyereknek írtam alá, meg nagy gyereknek, meg még felnőtteknek is szoktam ezekből, mert hogy végül is felnőtteknek is szántam olyan a szövege, de azért, aki így sokat nélkülözött engem emiatt, az a lányom volt, tehát nyilván meg volt az előnye is, tehát ő tisztában van ezzel, de attól még ez neki nagyon nehéz volt, és nagyon hősies volt ebben. De milyen boldogok lehettek a nagyszülők, mert ez az állandó probléma, hogy a nagyszülők keveslik az unokával töltött időt. Igen, a nagyszülők örültek is, meg nyilván azért azt is érzékelték, hogy a lányom engem hiányol, úgyhogy de azért igyekeztem kárpottolni, de hát mondjuk erről mindig vitát lehet nyitni, meg lehet beszélgetni, hogy nyilván minden szakmánál, de főleg a nőknél nehéz ez, hogy a gyerekükkel is legyen, meg azért a szakmáját is úgy lássa, tehát nyilván, hogyha színésznő maradtam volna, akkor meg mondjuk az esti mesélésekről hiányoznék, de hát mindennek megvan így a hátulütője, szóval nyilván minden nő küzd ezzel. Igen. Aki. De mondjuk van ismerősöm, aki pincérnő, és sokszor a 10 éves kamasz, vagy kiskamasz fiát kénytelen volt egyedül hagyni otthon, mert hogy neki későn kellett dolgozni, egyedül nevelte, úgyhogy nem csak a színészek, vagy úgymond a művészek szenvednek ettől, vagy a gyerekeik szenvednek ettől. És említetted azt, hogy korábban, hogy amikor te elkezdted 17 évesen, még nem voltál 18, akkor sokan féltettek téged, vagy hát nem értették, hogy édesapád vagy a szüleid miért nem féltenek. És akkor szóba hoztad, hogy te féltenéd a lányodat. A lányodnak vannak hasonló ambíciói, mint neked voltak tinikorodban? Igen, szerintem vannak. És ő nagyon, nagyon ügyes a színpadon, nagyon vicces, amikor magamat látom benne. Tehát ő abszolút más kívülről, mint én, ő egy barna, gyönyörű barna. Jó, mondjuk nem mondom ezt a szót, hogy gyönyörű, mert ettől rosszul vagyok, hogy mindenkinek a kamasz lánya gyönyörű, de nekem gyönyörű. De ettől kész vagyok, hogy minden hírben ez áll, hogy mindenkinek a lánya gyönyörű, vagy fia, vagy nem tudom, de főleg a lányok. Na, szóval az a lényeg, hogy... Gyönyörű fiány vannak egyébként. Ja, igen. Oké, de igen. Csak mindig ellopják a sót, meg viszik a prémet, és ettől én kész vagyok. Na, szóval az a lényeg, hogy nagyon érdekes látnom magamat Hannában, meg nyilván ő egy más személyiség, szerencsére. És nagyon, nagyon jó a színpadon. Tehát nagyon vagány, nagyon magabiztos, gyönyörűen beszél, és az az érdekes, hogy én magamat nem nagyon szerettem sokszor ilyen idősen, tehát pont amit te mondtál, hogy viszont látni, vagy visszanézni magam, sokszor nagyon utáltam, de a lányomat látom, és az a nagyon érdekes, hogy olyan, mint én vagyok sokszor, tehát néhány elemében a színpadon, és ez nekem tetszik, de én korábban magamnak nem tetszettem. Szóval nagyon érdekes, hogy ez így alakul, de a lényeg az, hogy Hanna szerintem gondolkodik, vagy gondolkodott ezen, lehet, hogy inkább a dramaturg, vagy a rendezés, de szegényt egy kicsit így kiábrándítottam. De miért? Hát figyelj, sok oldala van, tehát, hogy nyilván az ember már nagyon nehéz szülőként, hogy milyen tanácsot adjon a gyerekének, mikor látod, hogy fogalmad nincs, hogy miből. Most azon túl, hogy nyilván azt szeretnéd, hogy boldog legyen abban, amit csinál, azt a szakmát űzze, amihez kedve van, de közben nyilván az is fontos, hogy megéljen, és ezt a kettőt összehozni, szerintem baromi nehéz.
És ezt Hanna tudja, mert tök intelligens, és átlátja, tehát én nem tudom, hogy ő ezt hogy intézi magában, hogy nyilván vannak benne is vágyak, hogy színpadon legyen, de azt is tudja, hogy mondjuk az anyukája példája az nem feltétlenül egy tipikus, hanem az egy baromi nagy szerencse volt. Tehát, hogy az egy ilyen speciális helyzet volt, egyrészt abban az időszakban nem volt ennyi, nem tudom, színjátszó társulat, vagy nem voltak, és az, hogy engem megtalált Miki, és én oda beilleszkedtem, és ők hívtak, szóval, hogy annyi dolog szerencsésen alakult, vagy nem tudom, tehát, jó, hogy... Az ő életében is lehet, tehát igen, az egy igen. dolog, van tehetsége, persze, tudást is meg tudja szerezni, a szerencse az meg... Igen, csak ma már ugye egy Dunát lehet rekeszteni, akár Magyarországon is színészekből, és hogyha művészeti érdekli, akkor nem mehet el az építőiparba, mert abban van a pénz. Így van, nem. És én nem is ezt gondolom, hogy ez vezérelje, tehát csinálja azt, amihez kedve van, de az jó, hogyha akár egy valami kétkezi munkája is van, tehát én annak örülnék, hogyha ő valamiben valamit tudna akár, mert úgy tényleg annyira felé megy a világ, hogy már nem tudunk két kézzel, nem tudom én bármit, kosarat fonni, vagy ilyesmi, most nem azt gondolom, hogy neki azt kéne, de hogy az a lényeg, hogy valami legyen, akár cukrász, vagy nem tudom, és amellett lehet, hogy jó, hogyha van diplomája, de az az igazság, hogy ebben is olyan szkeptikus vagyok, ahogy így megy le a színvonal az intézményeknek, hogy melyik az az iskola, amiben valódi tudást kap meg olyan képzést, tehát ezt sem tudom, és hogy valójában ér-e annyit egy diploma, szóval, hogy így... Figyelj, csak a saját példádból indulj ki, tehát abban az időben, amikor mások diplomát szereztek, te annyi élettapasztalatot gyűjtöttél, hogy... Igen, de mondom, az egy speciális helyzet volt, és nem feltétlenül lenne neki is ebben ennyi szerencsés akár, tehát az, hogy én ott végül is népszerűvé váltam, az nem az én értemem, vagy nem csak az én értemem, hanem az, hogy olyan helyzet is volt, hogy ahogy itt tudod, így voltak az érek, hogy akár volt Hoffi, aztán nem tudom én, apukám, Markos Nádas, és akkor utána a Lárpurlá Hollószínház, de most már annyi ilyen van, és nem tudom, hogy ő mennyire tudná ebből akár így kinőni. De igazából lehet, hogy nem is akar színésznő lenni, vagy ilyesmi, de azt tudom, hogy van hozzá érzéke és ügyes. Hihetetlen, de egy órát beszélgettünk. Igen. Igen. Én őszintén leszek, amikor elkezdtük, és mondtad, hogy te ezt nem nagyon szereted, ezt az egészet. Volt bennem egy ilyen kis félsz, hogy akkor hogy fogunk tudni ideig eljutni. De most azt érzem, hogy annyi mindent kellene még megbeszélni, csak sajnos lejárt az időnk. Igen, aranyosak vagytok, köszönöm szépen a meghívást. Igen, amikor így feloldódik bennem a görcs, akkor viszont valószínűleg nagyon közlékeny vagyok, úgyhogy remélem, hogy nem beszéltem túl sokat. De sokat beszéltél, de ezt élmény volt hallgatni, öröm volt hallgatni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Én is nagyon köszönöm szépen, sziasztok. Szia. Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.